A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a magyar és a lengyel nép történelme kapcsolata aktualitásai álltak a Mátyás Corvinus Kollégium legutóbbi előadásának a fókuszában. A köztérben számítunk figyelmükre. Nagyon sok évszázadot, sőt, ha jobban megnézzük az évszámokat, több mint egy évezredet kell visszaugrunk az időben, és akkor azt fogjuk látni, hogy a lengyel és a magyar államiság elkezd kibontakozni, és hát olyannyira, hogy itt évtizedes pontossággal is párhuzamosan fut a két folyamat. Ugyanis a lengyeleknél első Mieszko fejedelem volt az, aki a lengyel államiság alapjait lerakta, ugye a 10. században. És ugye a lengyeleknél annyiban volt más a magyar államalapítási modellhez képest a helyzet, hogy ott ugye több törzset kellett. Ez Magyarországon ekkora már nem volt kihívás. Ugye itt Mieszkónak több különböző törzset kellett integrálni, hogy valamiféle nemzetépítés elkezdődhessen. És ugye ez nem lett volna önmagában elég, hanem ugye a kereszténység felvétele is ebben az időszakban történik. Kicsit ugye beelőzve minket, 966-ra teszi a történetírás a kereszténység felvételét, és ugye mellé rakhatjuk mindjárt a magyar szálat is, ugye Géza fejedelem, majd Szent István időszakát. Nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, ez a magyar állam megszületése, megszervezésének időszaka, itt is a kereszténység egy nagyon fontos kötőerő volt, és hát mindjárt ugye egy legendát is, Hartwig püspök legendáját hozhatjuk. Ugye ő Könyves Kálmán parancsára írta meg munkáját, amiben ugye a Szent Korona megszerzésének történetét meséli el. És ugye itt is a két nép már ebben a legendában összeér, hiszen Aszik apát ugye a történet szerint ugye a lengyelek elől hozta el második szilvesztertől a koronát, és így lett ugye Szent István megkoronázva vele, és mintegy elismerve a keresztény állam alapítási törekvéseit. Történeti hűségben vannak problémák ezzel a leírással, de minden esetre, és nagyon sokan így tanultuk, nagyon sok esetben így ment át a köztudatba, de nyilvánvalóan jól mutatja ezt is, hogy már itt a két nép valamiféle nexusba, vagy legalábbis egy történetbe bele tudott kerülni. És akkor, hogyha még nézzük a történelmi szálat, azt látjuk, hogy ugye az államalapító Piasztház, és itt nálunk ugye az Árpád ház, több ponton is dinasztikus házasságok és egyéb rokoni kapcsolatok útján nagyon korán elkezdett összekapcsolódni. Tehát például ugye első Vitéz Boleszláv, ugye ő Mieszko fejedelem fia volt, elvette feltehetően Géza fejedelem egyik lányát, Juditot, és ebből született ugye Veszprém herceg. A történetírás szerint nem róla kapta Veszprém a nevét, de mégis így hívták őt, ez is egy apró történelmi érdekesség. És azt láttuk az elkövetkező évtizedekben, évszázadokban, hogy a lengyelek és a magyarok, és azon belül is ugye az uralkodóházak ott voltak egymás megsegítésére. Ugye nagyon sokszor tört ki belviszály, nemességgel, földesurakkal, elsősorban a lengyeleknél, ott ugye több fejedelemségre tagolódott az állam, és gyakorlatilag ilyenkor joggal számíthattak magyar uralkodóház, magyar vezető réteg segítségére, és ez természetesen fordítva is tudott működni. Tehát itt már a 10. századtól azt látjuk, hogy a két nép nemzetépítő munkája az párhuzamosan halad, és nagyon sok ponton elkezd kapcsolódni. És hogyha ugrunk az időbe, ugye elérkezünk az Anjou korhoz, ugye 1301-ben kihal az Árpád ház harmadik Andrással, és ugye máshonnan, más dinasztiából lesz majd nekünk uralkodónk. És ugye a lengyeleknél pedig nagyon fontos uralkodó jött szintén ebben az időszakban, ugye ő még piasztházbeli, tehát a piasztház az később, évtizedekkel később hal csak ki. Ugye első Ulászló, az ő nekik az első ulászlója volt az, aki ezeket az említett részfejedelemségeket egy birodalomban, egy egységben egyesítette. És ugye akit mi első Károly, Károly Robertként ismerünk, ő elvette Ulászló, lengyel Ulászló király lányát. És Nagy Kázmér, aki
uralkodott következőkben Lengyelországban, ugye Ulászló fia, ő fiútód nélkül halt meg, és itt az említett házasságnak itt volt jelentősége, hiszen itt ugye egy utódlási probléma keletkezett lengyel oldalon, és ugye ekkor jött a képbe első nagy Lajos királyunk, aki ugye 1370-től, ugye harmadik Kázmér halálától personáluniót hozott létre azzal, hogy ugye átvette a lengyel trónt is. Ez egy izgalmas konstrukció, de mindjárt látni fogjuk, hogy nem az egyetlen magyar-lengyel relációban. És egy érdekesség, hogy hát ebben az időszakban került sor az első visegrádi király találkozóra 1335-ben. Ugye magyar részről első Károly, lengyel részről harmadik Kázmér, és ugye cserészről Luxemburgi János volt az, akik 1335-ben találkoztak Visegrádon. És megint ugrunk egy kicsit az időbe, hát nem is olyan kicsit, talán egy évszázadot is akár, a Jogellóház regnálását fogjuk találni, és itt ugye ez a második personálunió lesz majd a 15. század közepén, ugye 1440-től egészen 44-es haláláig, itt létrejött a második magyar-lengyel personálunió. És ha még egyet ugrunk az időbe, ugye itt már ugye a török időszakban vagyunk, ugye Bátori István neve kell, hogy ismerős legyen történelmi tanulmányainkból. Ugye itt létrejött a harmadik personálunió, ugye ezúttal az erdélyi fejedelemség, ugye a függetlenségét megőrizni tudó Erdély, illetve a lengyel királyság között. És ez tartott kereken 10 esztendőig, és a figyelmet, hogy itt már a 16. században tartunk, ez egy nagyon elnagyolt és általános áttekintés. Mintegy érzékeltetni szeretném csak azt, hogy itt milyen régre múlik vissza a két nép, két uralkodó osztály vezetőség közötti kapcsolat. És a 18. század egy nagyon kritikus időszakot jelentett Lengyelország életében. Ugye bő 20 éven belül háromszor is felosztották Lengyelország területét, ugye a poroszok, a Habsburgok és ugye az orosz, cári Oroszország. És ennek eredménye látható itt a térképen, ugye különböző színekkel talán nem látható mindenhonnan jól, nyilvánvalóan a sárgás színek az oroszokhoz tartoztak, a lilások ugye a Habsburgokhoz, és ez pedig ugye Oroszországhoz a zöldes színek. Tehát Lengyelország itt egy nagyon nehéz időszakát kezdte el élni, ami több mint másfél évszázadig tartott. Ugye gyakorlatilag megszűnt a lengyel államiság és függetlenség, szuverenitás teljes egészében elveszett. Nem is meglepő, hogy ők időnként következő időszakban próbálkoztak felszabadulni. Ugye 1830-31-ben, ugye itt már ugye 48-49 előszele már azért mutogatja magát, hogy megpróbáltak ugye felkelni az orosz megszállás ellen, és már ekkor 38 magyar vármegyének a küldöttei mondták azt, hogy hát a lengyeleket segítenünk kell, akik onnan esetleg az orosz retorzió elől elmenekülnek, azokat be kell fogadni. Tehát már itt volt egy szimbolikus kiállás a 19. század közepén, és hangsúlyozom, itt már ugye közeledünk 48-49-hez. Olyannyira, hogy az előadásomon el is érkezünk hozzá, azt hiszem, hogy Józsefben tábornokot nem kell bemutatni senkinek, történelmi tanulmányokból nyilvánvalóan a magyar szabadságharc egyik szimbolikus hőse, kiváló katonaember vezetésével nagyon fontos hadi sikereket aratott a magyar fél, az osztrákok, a Habsburgok ellen. És emellett egyébként talán ez kevésbé ismert tény, hogy 4000 lengyel katona is jött önkéntesen harcolni a magyar szabadság ügyért. Ez akkor egy igen komoly létszám és egy nagyon erős szimbolikus gesztus volt a lengyelek részéről. Sajnos a történet ismert, hogy utána mi következett itt nálunk, viszont a lengyeleknek sajnos nem lett, szintén nem lett jobb a helyzetük az elkövetkező időszakban. 63-ban egy újabb felkelést szerveztek cári Oroszország megszállása ellen, ehhez a harchoz 400 magyar csatlakozott, illetve több mint 4000 lengyel menekültet fogadott be Magyar Királyság ekkor, Magyarország, és ez egyfajta viszonzás vagy gesztus a korábbiak fényébe, de már nem az első, ugye láthatjuk ezt is. És 1880-ban volt egy orosz-török villongás konfliktus is, és ekkor is egy nagyon erős vármegyei nemesi kiállás volt a lengyel függetlenség ügye mellett gyakorlatilag. Tehát itt ugye már közeledünk a 19. század végéhez, és el is érkezünk gyakorlatilag az első világháború időszakához. Ugye még ekkor sem beszélhetünk független lengyel államról, ugye a tengelyhatalmak
vívják az Antant ellen a háborújukat, oldalukon Oroszországgal, Cári Oroszországgal. És nagyon fontos, szimbolikus és praktikus jelentőségű dolgok történtek a két nép relációjában. Egyrészt 1915-ben egy toborzó iroda nyílt Budapesten, aminek köszönhetően ugye 600 önkéntes utazott ki a lengyel frontra, úgyhogy egyébként nyilvánvalóan háborúban álltunk ekkor, és támogatták mindeközben a lengyel függetlenség ügyét, akik ugye a saját szabadságukért küzdöttek a világháború időszakában. És itt már fölmerült az, ugye 15-16-ban még nem volt teljesen eldőlt a világháború kimenetele, de ekkor is a magyar megyék, a magyar nemesi vezető réteg arra figyelmet fordított, hogy a lengyel ügyet is valahogy majd fel kell vetni a béketárgyalásokon. Ugye, ahogy mentünk előre időbe, azt kezdett azért sajnos körvonalazódni, hogy ez Magyarországnak nem sok jót fog ígérni ez a folyamat, de mégis fél szemünket a lengyel ügyön tartottuk, hogy az ő függetlenségük is talán ezekben a viharvert években valahogy előre tud mozdulni. És hát valóban a mi nehézségeink mellett ennek lehetett törülni. 1918. november 11-én létrejött, ugye láthattuk, közel másfél évszázados megszálltság után a független lengyel állam. Viszont nem voltak kőbevésve a határok, nyugat felől még csak-csak, vagy mondhatjuk őket jobban rögzítetteknek, viszont keleten azért nagyon komoly harc volt, ugye, ekkor már megtörtént a bolsevik hatalom átvétel a cári Oroszországban, és hát a kommunisták nyomultak előre nyugat fele, és hát gyakorlatilag Lengyelországra hárult az a szerep, hogy valahogy feltartóztassák ezt, és a saját szuverenitásukat, területi egységüket megteremtsék a vörös hadsereg ellenében. Erről is keveset beszélünk, és itt nagyon fontos folyamatok zajlottak Európában. Egy kivérzett Európában egyébként, hiszen itt már a világháború végén járunk. És nagyon fontos volt ekkor, hogy komoly fegyverszállítmányokat tudott Magyarország még nyújtani Lengyelországnak, hogy föl tudja tartóztatni a vörös hadsereget. És hát az egyik legjelentősebb és legszimbolikusabb is egyben az 1920. augusztusában volt, amikor 80 vagonnyi fegyvert és lőszert gyártattak le a Weiss-Manfred művekben, kimondottan lengyel testvéreink megsegítésére, hogy azzal tudják megvédeni magukat a szovjetekkel szemben. És hát ez meghozta az eredményét, mert az utolsó pillanatban, augusztusban megérkezett a frontra a lengyelekhez a lőszer, és ezzel tudták megfékezni gyakorlatilag a vörös hadsereget, és ez úgy vonult be ez a varsói csata a történelembe, hogy ez volt a Visztulai csoda, és hát ezt nagyon-nagyon megjegyezték a lengyelek. Álljon itt egy idézet ennek érzékeltetésére: csak ti nem hagytatok el bennünket. Lengyelország ezt a magyaroknak soha nem felejti el, és eljön az idő, amikor ezt visszaadhatja, mondta egy lengyel katonai attasé, egy történészt idézve. Úgyhogy ez egy nagyon fontos és gyakorlati jelentőségű volt, mert ezzel a lengyel-magyar tandemmel gyakorlatilag 20 évet lehetett nyerni ennek a régiónak a kommunizmus alól, és hát arról nem is beszélve, hogy bizonyára nem álltak volna meg Közép-Európában a vörös hadsereggel a kommunisták, hanem mentek volna tovább nyugatomra. Erről is keveset beszélünk, holott nagyon fontos történelmi tények. És ha ugrunk az időben, ugye a két világháború között, annak ellenére volt nagyon jó és harmonikus a viszony a két ország között, hogy mások voltak azért a törekvéseink. Tehát nyilvánvalóan a lengyelek végre örültek, hogy visszanyerték függetlenségüket, volt értelmezhető területük, működő gazdaságuk, azért ez nagyon fontos eredmény volt őnekik. Viszont hát nyilvánvalóan a magyarok 1920. június 4-e után nem igazán tudtak minek örülni, és nem nagyon volt más lehetőség, mint ugye politikai programmá emelni a revíziót valamilyen formában. Tehát egyrészt a lengyelek ugye status quo-ban voltak, érdekeltek, míg a magyarok ugye mindenáron meg akarták változtatni az igazságtalannak tűnő, és hát sok tekintetben az is, trianoni békét. És gyakorlatilag olyan messzire elmentek a gesztusok, hogy amikor a 30-as évek végén ugye Hitler már megtervezte Lengyelország lerohanását, abban számított volna Magyarország segítségére is, hát ha más nem a területéről, hadd induljanak csapatok Lengyelország ellen. Ezt a magyarok nem támogatták, tehát ebben nem voltak partnerek.
a végeredményt tudjuk, tehát Lengyelország sehogy sem tudott sajnos jól járni ebben a helyzetben, későbbiekben, de mégis ez is egy szimbolikus kiállás, hogy nem egyeztünk bele. És gyakorlatilag, amikor megindultak ugye előbb a német, majd a szovjet csapatok Lengyelország ellen, utána ugye több mint 100 000 lengyel menekültet fogadtunk be, ugye a visszacsatolt Kárpátalján keresztül. Tehát ez is egy nagyon komoly szám. És hát, hogyha megint ugrunk az időbe, akkor, amikor már látszódott, hogy a németek és a szövetségesek el fogják veszíteni a háborút, ugye Donkanyarból visszatérő magyar katonáknak azt a feladatot adták volna a németek, hogy támadják meg a Varsó felszabadításáért küzdő lengyeleket 44-ben, és hát erre nem voltak hajlandók a magyar katonák, megtagadták a német parancsot. Úgyhogy ez is azt gondolom, hogy egy nagyon sokat mondó jelzésértékű mozzanat volt. És hát, hogyha a világháború után már az 50-es évek időszakára tekintünk, ugye nyilvánvalóan 56-ot azt mi vittük az október-novemberi eseményekkel, de azért történtek előtte is érdekes dolgok. Ugye Poznánban volt néhány hónappal korábban egy nagyon fontos munkásfelkelés, ugye itt is egy komoly szimpátiatüntetést tartottak magyar munkások kiállva lengyelek mellett és az ő kommunizmusról felszabadulásának ügye mellett. Tehát ez is egy fontos lépés volt. És hát ugye itt innentől ismerjük az eseményeket, de gyakorlatilag mindkét nép a szocialista tábort, kommunista blokkot volt kénytelen építeni egészen a 80-as évek végéig, amikor ugye a rendszerváltásra lehetőség nyílt. Hát ugye elsősorban ugye a Szovjetunió megroppanása, vagy legalábbis attitűdváltása miatt szerencsére ez a régió ebből a békjóból végül ki tudott szabadulni. És itt érkezünk el 91-hez. Ugye február 15-én történt az, amikor ugye három állam, Magyarország, ekkor még Csehszlovákia és Lengyelország részéről, ugye az állami vezetők aláírták a visegrádi nyilatkozatot, ugye magyar részről Antal József miniszterelnök ment el aláírni, amely létrehozta az úgynevezett Visegrád csoportot. Láthattuk, 1335-ből már volt ilyen jellegű találkozó, nyilván nagyon más történelmi korban, de mégiscsak hasonló szereplőkkel. Az ötlet egyébként már 90-ben megszületett, hogy ennek a három államnak valamilyen formában együtt kellene majd működnie. Ugye emlékezhetünk, azért ez egy nagyon bizonytalan időszak volt. Azért a szovjet katonák még itt voltak, a korábbi integrációs rendszerek, a Varsói Szerződés, a KGST, ezek még álltak a lábukon. Tehát itt nagyon óvatosan kellett manőverezni, hogy mi az, amit meg lehet tenni. Nyilvánvalóan minden régióbeli kormány és társadalom előtt a nyugati integráció lebegett, ugye ekkor még európai közösségek, és hát NATO természetesen. Ez volt a fő cél, na de az, hogy mi fér bele, kivel lehet, mit szabad, milyen körre lehet az együttműködésnek, ez egyáltalán nem volt lejátszva, tehát ez egy nagyon izgalmas és bizonytalan történelmi időszak volt, de minden esetre 91-ben ennek az intézményi alapja idézőjelbe lerakódtak. És ami létrejött, az ugye egy rugalmas kormányközi együttműködési platform. Most ha nagyon ironikusan akarnánk fogalmazni, Visegrád tulajdonképpen egy darab papír. Tehát nincsen komoly intézményi struktúra mögötte, a résztvevő államok nem adtak fel a szuverenitásukról, tehát nem hoztak létre olyan testületet a visegrádi együttműködésben, aminek ők alávetnék magukat, hanem ami kialakult, az az, hogy minden esetben, amikor szükségét látják, leülnek baráti kapcsolatban, ha úgy tetszik, bizalmi légkörben tárgyalni egymással, és ebből, hogyha valami jó kirajzolódik, azt kihasználják, és akkor közösen lépnek. Legyen az külpolitika, védelem, gazdaság, stb. Tehát Visegrád tulajdonképpen egy darab papír. Na, de egy igen szimbolikus, és majd látni fogjuk, azért sok esetben egy elég jelentőségteljes papír lett. És hát ekkor 91-ben két nagy-nagy cél volt az, amit írásba fektettek a felek. Az egyik az, hogy támogatják egymást a piacgazdaság és a demokrácia intézményének megteremtésében, tapasztalatokat megosztják, gazdaságokat kompatibilisé teszik a kereskedelmi jellegű akadályok, vagy kereskedelem előtt álló akadályok lebontása, stb. És hát, hogy ebben az intézményépítési folyamatban együtt haladnak majd, ugye a nyugati integráció felé, és ez volt a másik nagy
kimondott cél, és igazából ebben kellett nekik nagyon együttműködni, hogy őket a nyugat komolyan vegye, hiteles szereplőnek tartsa, és megmutassák, hogy ők tulajdonképpen jó fiúk, akik tudnak tárgyalni, tudnak együttműködni közös célok érdekében. Tehát ebben az időszakban Visegrádnak ez volt az egyik nagy erénye vagy célkitűzése, hogy a NATO és az EU, ugye 93-tól van Európai Unió hivatalosan, tehát a NATO és az EU csatlakozás felé menjen a három ország. És hát ugye 93. január 1-től ugye már Csehország és Szlovákia, hiszen 92-ben döntöttek a különválásról, tehát így született meg hivatalosan is a V4, ugye 93-ban. És hát, hogyha visszatekintünk az elmúlt több mint 30 évére ennek a platformnak, akkor azt látjuk, hogy akkor van közös fellépés, ha nemzeti érdekek egyeznek, vagy ki lehet tárgyalni valami olyan közös alapot, amire építve fontos, hasznos eredményeket lehet elérni a négy országnak. Ha nem, akkor nem bántjuk egymást. Tehát mondok egy plasztikus példát, nyilvánvalóan a magyar kisebbség ugye Szlovákiában, az mindig egy érzékeny és neuralgikus pont a két ország viszonyában. Nyilvánvalóan ennek eldöntésére, megvitatására nem a V4 lesz a megfelelő platform. Az más kérdés, hogy nyilván erről a felek gondolnak valamit, ha ők azt szeretnék, akkor azt bilaterális alapon próbálják rendezni. Lásd ugye 2002-ben a Benes dekrétumok, ugye? Az akkor egy kicsit fagyossá is tette a V4-ekben a hangulatot. Tehát van kölcsönhatás nyilvánvalóan, hogyha két ország kormánya között megromlik a viszony, vagy olyan ügy van a napi renden, ami problémás, abban a pillanatban már a V4 sem tűnik olyan barátságosnak. Nem baj, majd legközelebb az lesz. Tehát V4-nek az erejét ez a rugalmas, baráti légkör adja, hogy tudunk beszélgetni, tudunk tárgyalni, és ha az érdekünk úgy kívánja, akkor oda tudunk csapni. Tehát ez erről szólt gyakorlatilag az én olvasatomban az elmúlt több mint 30 esztendeje a visegrádiaknak, és hát nem megkerülhető a belpolitika szerepe. Tehát az, hogy az egyes visegrádi országokban hatalmon lévő kormányok mit gondolnak a régióról, mit gondolnak a régiós együttműködésről, az nyilvánvalóan döntő hatással van arra, hogy mi lesz végül a végeredmény, mi az, amit meg tudnak együtt tenni. A csehek azt mondják, hogy ez értéktelen, ez butaság, és mi nem tudom, Németországgal akarunk menni, akkor a másik három a feje tetejére is állhat, ezen nem fog tudni változtatni. Nyilván majd, ha jön egy másik színű kormány, vagy lesz egy másik ügy, amiben az adott kormány mégiscsak odalép a másik három mellé, akkor ez meg fog változni. De addig jegeljük, és addig alsóbb szinteken folyik az együttműködés. Az én olvasatomban három korszakra lehet szétszedni ezt a 32 esztendőt. Az egyik az nyilvánvalóan az alapítástól 2004-ig, tehát az uniós és a NATO csatlakozás lezárultáig, ugye ezzel az alapvető célját a visegrádi platform elérte. Beléptek a tagok, és gyakorlatilag újra kellett gondolni ekkor az együttműködés jövőbeli kereteit, sokan el is temették, hát itt már semmi látnivaló, ezek úgyis majd más szövetségeseket keresnek az EU-ban, itt semmi nem fog történni. Ehhez képest elfogadtak egy új visegrádi nyilatkozatot, amiben egy csomó közpolitikai témát felsoroltak, hogy milyen területeken kívánatos az együttműködés, teljesen új alapokra helyezték. Ugye 99-től éves elnökség már be volt vezetve a visegrádiak között, rendszeres, magas szintű találkozók, államfői, miniszterelnöki, házelnöki, miniszteri, és aztán egészen mehetünk le az különböző szinteken. Tehát valamiféle váza mégiscsak lett Visegrádnak, egyfajta keretben kezdett el működni a 90-es évek végén, és 2004-ben új tartalommal próbálták a felek megtölteni. És hát a kezdeti időszakban még azért tudunk mondani mást is, tehát nyilvánvalóan az egymás nagy támogatása mellett az EU csatlakozásban azért csak riválisaiként is tekintettek egymásra. Ki fogja a legjobb feltételeket letárgyalni, ki léphet be előbb. Ez a 90-es évek közepén ezek nem voltak eldöntött dolgok, tehát itt egy rivalizálás is megjelent egyébként. És hát a V4-ek nem csak potenciális barátai egymásnak, gondoljunk a külföldi befektetések bevonzására. Ez az nagyon jó, hogy ebbe a régióba jön valaki, de azért az egyes visegrádi kormányoknak és országoknak nem mindegy, hogy kihez jön az az autógyár, kihez jön az az akkumulátorgyár, hol fejlődik jobban az infrastruktúra. Tehát az itt versengés is van a négy állam között, és akkor ennek a dinamikája határozza meg tulajdonképpen ennek a mindenkori tartalmát. És hogyha a 2004 szakaszhatárnak tekintjük, akkor
Az ezt követő időszak mindenképpen arról szólt, hogy a négy ország megtapasztalja, hogy mi is ez az Európai Unió. Eszik vagy isszák. És hát mi magunk magyarok is, hát gondoljuk el, ugye azt tudtuk, hogy Bécsbe lehet majd cukrászdát nyitni, ez nagyszerű, na de hogy mi az az Európai Unió, azt nem tudtuk igazán, szerintem sokan a mai napig sem tudjuk, de minden esetre ez az a 2004-től kezdődő időszak, ez a tanulásról szólt a V4-eknek is. Ebből természetes módon következett egyfajta összekapaszkodás, hogy ebben az új közegben működjenek és létezzenek, és hát nyilvánvalóan más szövetségesek felfedezése is. Ő akár ügyről ügyre. Miben lehet a németekkel együtt szavazni, mi a franciákkal kell menni, esetleg a baltiakkal, esetleg a skandinávokkal, vagy még ugye ekkor a britekkel. Tehát, hogy itt ez egy nagy-nagy kavalkád, és ezt próbálta felfedezni a négy ország. Hol együtt, hol külön. Ami viszont biztos, hogy a konformizmus az nagyon jellemző volt rájuk. Ami az integráció következtében végre kellett hajtani a saját jogrendszerükben, ott éltanulók voltak, gyakorlatilag saját lábukba hasra esve igyekeztek mindig az uniós jogszabályokat átültetni, éltanulónak lenni. Ez valahol teljesen természetes, hiszen itt frissen tagjai lettünk egy klubnak, nyilvánvalóan mindent beszeretnénk tartani, amit tőlünk kérnek, és ez mind a négy visegrádi országnak az aktuális kormányait jellemezte, ez az attitűd. És voltak nagyon fontos sikerei is a V4-eknek. Ilyen például a schengeni övezethez történő csatlakozás óriási célja volt mind a négy országnak, hogy ebben minél előbb be tudjon lépni. Hát legyünk őszinték, nagyszerű. Tényleg kereskedelmi szempontból ugye nincsenek belső határellenőrzések, szabad mozgás, szabad munkavállalás. Tehát ha van értelme és értéke az Európai Uniónak, az integrációnak, akkor Schengen az egyik nagy-nagy értéke neki kétség kívül. És annyira akarta a négy állam, hogy nem volt hajlandó külön tárgyalni róla a négy kormány, hanem a saját menetrendjükhöz kötötték magukat, nem engedték kiátszani egymás ellen őket, vagy magukat. És ennek az lett az eredmény, hogy 2007. decemberében együtt léptünk be Schengenbe. Emlékeztető, Románia és Bulgária a mai napig nem része Schengennek, igaz, ők később csatlakoztak az EU-hoz is, de most legutóbb ugye Hollandia elgáncsolta az ő schengeni csatlakozásukat. Tehát ez egy nagyon fontos, ugye a horvátok most már talán majd beléphetnek. De hogy ez is sikerült. Nyilvánvalóan a keleti partnerség is egy nagyon fontos program volt. Ugye a mi bővítési körünkkel, ugye az Európai Unió határa nagyon keletre tolódott. És hát itt ugye nagyon fontos országok vannak, messzebb nem menjünk Ukrajna. És ugye ez a keleti partnerség egy olyan EU-s program volt, amire abszolút a V4-ek lettek a motorja. Tehát a különböző gazdasági együttműködések, megállapodások, ösztöndi lehetőségek a Nemzetközi Visegrádi Alapon keresztül. Tehát itt a V4 mindjárt talált a tagságban egy olyan területet, ahol ő magának intézheti ezeket. Egész egyszerűen földrajzi közelség okán, sűrű, intenzív kapcsolatok okán. Ez nekünk volt elsősorban érdekes. De ide vehetnénk a Nyugat-Balkánt is, nyilvánvalóan az pedig elsősorban Magyarországnak az érdeke, vagy prioritása nyugat-balkáni integráció napirendjének előmozdítása, de ebben is támogatta a másik három visegrádi állam a magyar törekvéseket. De említhetnénk a sikerek közül a Párizsi Egyezményt, ahol a végső uniós álláspontba sikerült belobbizni egyébként a V4 álláspontot a románokkal és a bolgárokkal kiegészítve, hogy az emissziót, tehát a kibocsátási szabályoknak a felpuhításával idézőjelben, a régió igényeihez igazításával. Ez is egy nagy siker volt. És hát ugye az Európai Tanács élére Donald Tusk megválasztása is, hát azért itt nagyon komoly lobby ment annak idején, hogy egy olyan politikus kerüljön az Európai Tanács élére, aki talán egy kicsit jobban érti a keleti tagállamok, az új tagállamoknak a működését, lélektanát, és ekkor még ugye Tusk a magyar kormánynak is támogatható volt, és egy nagy siker volt, hogy Tuskot megválasztották egyébként. Az, hogy az ő politikai működésével mennyire értünk ennyit, az egy más kérdés. Fogunk még Tuskkal foglalkozni a lengyel belpolitikánál, de ez is egy siker volt a régiónál, és folytathatnánk a sort. Viszont nem volt mindenhol ilyen sikertörténet már ekkor sem, ugye Oroszországgal kapcsolatos politika. Tehát a V4-eknek soha nem volt Oroszország politikája, egész egyszerűen megosztottak voltak a kezdetektől, és itt messze nem csak a mindenkori magyar
kormányról, hogy magyar félre kell gondolni. Tehát a csehek és különösen a szlovákok, azok mindig valahogy a magyar és a lengyel álláspont között limbóztak. Tehát a gazdasági pragmatizmus beengedték, fontos energetikai függések vannak ott is a szlovákoknál, különösen talán a magyarnál is komolyabb mértékben. Tehát nem fekete-fehér ez a történet, minden esetre Oroszország politikája soha nem volt a V4-eknek ezen különböző érdekek, felfogások, ugye lengyeleknél komoly történelmi sérelmek okán majd ezt is fogjuk még érinteni. Ez az időszak, ez a 2004-2015-ös időszak az én olvasatomban erről szólt. És 2015-ben ugye mindannyian tudjuk, a migrációs válság kirobbant. Az én olvasatomban ez több okból is nagyon fontos, a V4-ek szempontjából is. Ugye tehát a tények ismertek, ugye a magyar kormány volt az, aki először nagyon határozottan fellépett egy szigorításpárti állásponttal, ugye már tavasztól, nyár elejétől, és ugye a maradék V3 később zárkózott fel ehhez. Ugye a lengyelek legkésőbb ott egy választásnak kellett történnie, ugye a P-óta a PiS váltotta, és akkor már ott heteken belül kvóta ellenes lett Lengyelország is, és onnantól menetelt a V4-ek egységébe bele migrációs kérdésben. De itt a magyarok kezdték ezt a fajta biztonsági kérdését, tételét, és nem ez a humanitárius, befogadáspárti, optimista, nyugati narratíva élt itt a régióban, és ebben ezt kétségkívül a V4-ek tudták keresztül vinni. Ugye a bevándorlás, tömeges bevándorlás, szuverenitási, biztonsági, kulturális, gazdasági kérdésnek látta a régió. Ennek nyilvánvalóan megvannak a történelmi okai, megvan a társadalmi lélektana, és messze nem csak Magyarországon. Ugyanígy a cseheknél is nagyon hasonló, a szlovákoknál is, lengyeleknél is, de még a többi környező országban is. Szerintem itt merőben más a néplélek és a gondolkodás erről, mint nyugati tagállamokban. Gondoljunk bele arra, hogy Nyugat-Európában a 20. század közepétől mindennapi tapasztalat volt a multikulturális társadalom, a fekete afrikai, ugye a korábbi gyarmatokról történő bevándorlás. Tehát ott ez teljesen természetes mindennapi jelenség lett. Hát Közép-Európa, ugye a kommunizmusnak hála idézőjelbe, ugye nem részesült ilyen társadalmi folyamatokban, viszont azt meg nem annyira szereti a régió, hogyha több százezren masíroznak a határa felé. Az nagyon még jót nem szült egyik országban sem. A történelmi tapasztalat nem túl jó erről. Úgyhogy mi ezt nem tudtuk humanitárius narratívába ágyazva értelmezni, ahogy nyugaton természetes reakció volt, és aztán ugye a brüsszeli politika és a vezető nyugat-európai kormányok is úgy gondolták, hogy itt egy semmi látnivaló, itt mindenki menekült, na ugye itt nem ez történt. És ami szerintem a V4 szempontból különösen izgalmas itt a migrációs válságban, az az, hogy ez volt az első olyan pont, amikor ugye elfogadásra kerültek a kvótahatározatok, ezt be akarták tartatni, és nem ez volt az első olyan pont, amikor elfogadott uniós jogszabályokat kezdtek el tagállamok vitatni, jelen esetben a V4-ek egyébként, ugye, nyíltan elutasították, végrehajtásukat megtagadták. Nem veszünk át, 1294 ember tud, de aztán ezt kezdte mondani a többi visegrádi is. Tehát hirtelen azok a tagállamok, akik ugye 2004 után éltanulók szerettek volna lenni, meg a csatlakozási tárgyalásokon is, azt mondják, hogy hoppá, ilyen kérdésekről nem volt szó korábban. Itt most a mi konformista magatartásunk véget ér, mert mi nem erre szerződtünk ezzel a klubbal, és ez ilyen értelemben szerintem egy fontos töréspont és egy szimbolikus kiállás volt. És olyannyira, hogy ez nem csak egy negatív együttműködés volt, hogy mit nem, megmondták a V4-ek élükön Magyarországgal. Megerősített külső határvédelem, menedékkérelmek feldolgozása az Európai Unió területén kívül, semmiféle szétosztás, szuverenitási kérdés, és akkor ugye a magyar eseményeket talán könnyebben föl tudjuk, ugye kvóta népszavazás 16-ból, ugye 15-ben a kerítésépítés, az is egy nagyon fontos praktikus szakpolitikai lépés és szimbolikus lépés volt. Tehát itt azért valami történt, ami túlmutatott talán a bevándorlás kérdésén a V4-ekben. És hát azt láttuk, hogy ez a fajta együttműködés,
ez pártideológiákon és pártállásokon túlmutatóan történt a V4-ekben, különösen 16-7 után, amikor ugye a Babis kormány lett például a cseheknél, aki ugye egy baloldali liberálisnak volt ekkoriban tekinthető, de semmiképp sem egy jobboldali nemzeti politikai erőnek, és kiválóan együtt tudott működni Orbánnal, Morawieckivel, illetve ugye a szlovákoknál meg ugyanez a Smer, ugye a Fico vezette Smer, majd ugye a Pellegrini kormány. Tehát itt volt egy olyan négyes fogat éveken át, amely cson nélkül meg tudott ezekben a dolgokban állapodni. Nyilvánvalóan érzékelték, hogy az ő társadalmaik mit várnak el tőlük ebben a témában. És hát értelemszerűen, ha van egy ilyen téma, ami ennyire összeköt, akkor az egy jó alap lehet, egy jó tőke lehet a jövőre is, hogy más ügyekben is meg lehet próbálni ezt lemásolni, vagy folytatni ezt az együttműködést. És hát az egyik nagy következmény ennek a migráció elleni kiállásnak az az volt, hogy ezek az országok, akiknek a nevét valószínűleg sok nyugat-európai polgár nem is tudta, vagy hogy ezek hol vannak, hogy ezek uniós tagállamok, és hirtelen elkezdték megtanulni, hogy jé, hát ezek a renitensek, hát ezek azok, akiknek nem kellnek a szegény menekültek. Ugye gondolta egy része a nyugat-európai társadalmaknak, aztán ott sem ilyen egyértelmű a kép a bevándorlás megítélésében, ne legyen illúzióm. Ugye ez ezért volt jelentős, és én ezért datálom innen a harmadik korszakát, egy fázisát a visegrádi együttműködésnek. És hát itt nagyon jól működő dolgok vannak, nem 15-től egyébként ezek régebben indultak. Tehát folyamatos, magas szintű egyeztetések, ugye mindig, mikor jön a féléves uniós tanácsi csúcs, akkor ezek négyen leültek a 2010-es évek elejétől egymással, és átbeszélték az ügyeket. Volt, hogy meghívták a brit miniszterelnököt, volt, hogy meghívták a Merkelt. 2009-ben Nicolas Sarkozy, a francia elnök azt mondja, micsoda dolog ez, hogy ezek leülnek és beszélgetnek egymással. Hát ez romboló, hát ezt nem szabad megengedni, hát hogy van ez. Az, hogy ő mindig leül a német kancellárra, hát ez egy más kérdés persze. Van, akinek lehet valamit, van, akinek nem lehet valamit. De lényeg, azért ez is mutatta az a Sarkozy elszólás, hogy itt valami van, amire lehet, hogy érdemes figyelni Nyugat-Európának is. És ez ugye 2009-es megjegyzés volt. Hasonlóan sikeres ugye a V4 plusz formátum, ugye? Időről időre felmerült a románok csatlakozása, az ukránok nagyon szerettek volna a V4-hez csatlakozni, osztrákok, tehát az itt röpködtek potenciális V5-ek, soha nem került rá, sor nem volt igazán szándék erre a négy ország részéről, és azért találták ki többek között a V4 plusz formátumot, amikor valakit 5-nek, 6-nak, 7-nek, akár több részvevőt elhívnak tárgyalni, és akkor nagyon jó közös sajtótájékoztatót lenne, nagyon jó közös nyilatkozatokat, fontos döntéseket lehet hozni, és ez is nagyon jól működött. Hol európai partnerekkel, hol Európán kívüli fontos vezetőkkel történtek megállapodások. És ezek ez egy nagyon jó hasznos dolognak bizonyult. Szintén egy nagyon rugalmas valami. És hogyha megnézzük azt, hogy egyébként a V4 mondjuk az európai tanácsi szavazásokon együtt mozog-e, akkor azt kell mondanunk, hogy igen, tehát 90% fölötti az együtt szavazás. Többségében ugye a 30, vagy a közel 20 évet nézve támogató szavazat, tehát nem érdekes, de volt, hogy blokkoltak együtt négyen. Tehát ilyen is, és ez az egész, ez 90% fölötti együtt szavazás mutat. És 2019-től lehet azt megfigyelni, hogy egy picit elválik a történet, ilyen V2 plusz V2 formába, ugye egy szlovák cseh és egy lengyel-magyar történet, de hát annyi, hogy a V4 92%-a helyett, ez 95, az meg 97. Tehát gyakorlatilag még, tehát itt van egy kis szorossá válás a V4-en belül, de egyébként a V4, köszöni szépen, nagyon sokszor együtt szavaz a tanácsban. Ugye ez volt az általános. Érdemes kitérni röviden a Covid-válságra, ugye ismerjük sajnos sokáig velünk élő valóság volt, talán most már ez nem lesz így, reméljük, hogy lassan a hátunk mögött tudjuk tudni ezt az egészet. Viszont az fontos tapasztalat volt, hogy itt azért nem nagyon működtek együtt a V4-ek, de ezt nem rónám föl nekik, azért ez egy annyira új helyzet és egy annyira lehetetlen időszak volt, hogy nem azon járt szerintem egyik államnak sem, nem csak Európában, valószínűleg máshol sem az agya, hogy hogyan tud legjobb barátain azonnal segíteni. Először mindenki magán szeretett volna segíteni. És ennek az lett az eredménye, hogy olyan óriási nagy közös együttműködést nem láttunk ebben a kérdésben. Ez csak egy érdekesség.
Viszont ami látszódott, és ez már, ahogy említettem, már bőven a 2010-es évektől, sőt a 2009-es ukrán gázkrízisnél is ugye már kijött ez, hogy azért Oroszországról más gondolhatnak a V4-ek, hogy az az orosz kérdésnek a megítélése. És ez egy olyan törésvonalnak bizonyult, amit itt hordunk magunk előtt. És akkor kicsit kanyarodjunk rá lengyel-magyar viszonyra. Hoztam önöknek idézeteket. Ezen a szlájdon tavalyi idézetek vannak. Fölolvasom őket, mert talán nem jól olvasható mindenhonnan. Jaroszláv Kaczynszki. Ha Orbán azt mondja, hogy nem látja, mi történt Bucsában, akkor szemorvoshoz kellene fordulnia. Ugye ez a ukrajnai mészárlás, több száz fős tömegsírt fedeztek fel Bucsában. És ugye ennek a megítélése, vagy ennek a kommunikációja van benne ugye ebben az idézetben. Ugye a magyar miniszterelnök nagyjából annyit állított, hogy itt egy független vizsgálatnak kell kideríteni azt, hogy mi történt valójában, addig ő tartózkodna személy szerint attól, hogy hivatalos állásfoglalást tegyen. Ennyi volt a válasz. Erre mondta ezt ugye elnök úr, a pártelnök úr, a lengyel jog és igazságosság elnöke tavaly áprilisban. Menjünk tovább. Folytatódik a lengyel-magyar barátság, mondta Duda elnök 22. május 17-én. Lengyelország és Magyarország továbbra is megérti egymást, mondta egy fontos piszes politikus a Szeimben tavaly augusztusban. De még előtte néhány héttel, vagy még egy héttel se talán, Magyarország és Lengyelország útjai elváltak, Morawiecki 22. július végén. De akkor ugorjunk el őszre, tavaly szeptemberre. Varsó minden erőből ellenezni fogja az európai intézmények minden olyan intézkedését, amelyek célja jogtalanul megfosztani az uniós eszközöktől bármelyik tagállamot, adott esetben különösen Magyarországot. Ezt már tavaly szeptemberben mondta Morawiecki. Tehát ezzel csak azt akarom érzékeltetni, ugye mindegyik idézet alatt már javában zajlik az ukrajnai konfliktus, és kim van a törésvonal a felszínen Magyarország és Lengyelország között. Tehát, hogy tulajdonképpen találunk erre is arra is példát, hogy ami nagyon-nagyon eltávolodást erősíti, ami talán egy kicsit a visszarendeződést erősíti, ilyet is, olyat is találunk. Nyilván, hogyha megnéznénk az aktuális fejleményeket mögötte, akkor lehet, hogy mindegyiknek lenne valami jó kis politikai magyarázat, hogy az ott miért akkor hangzott el, miért úgy hangzott el. Ezt lehet, hogy ki tudjuk a szeptemberit találni, ugye az uniós kifizetések. Hát, hogy a lengyelek ugye tavaly gyakorlatilag minden bizottsági elvárást végrehajtottak, módosították az igazságügyi rendszerüket, nem úszkálnak az euróban azóta se az RRF eszközből. Úgyhogy, és ez lehet, hogy itt egy mérföldkőnél találta mondani a lengyel miniszterelnök. Tehát mi azt akarom csak érzékeltetni, hogy nem légüres térben van a V4, nem légüres térben vannak a kétoldalú kapcsolatok, és így a lengyel-magyar sem. Tehát mindig, ez azért dinamikusan változik. De nézzünk meg egy összeállítást az elmúlt hetekről, egy-két hónapból, egy hónapból. Lengyelországot és Magyarországot minden támadás és látszat ellenére továbbra is a sok évszázados kölcsönös támogatáson és szolidaritáson felépített híd köti össze. Ezt egy miniszter, egy lengyel miniszter mondta. Ugye vegyük észre, ez a lengyel-magyar barátság napja, ugye, március 23-a. Nézzünk egy nappal később egy Morawiecki interjút. A háborún kívül minden másról hasonlóan gondolkodunk. Hát ez is egy pozitív kicsengésű, mondjuk. Múlt hétig megyünk vissza. A lengyel-magyar kapcsolatok lehűltek. Lengyelország Magyarországra akreditált nagykövete mondja ezt. Egykor nagyon erős volt az együttműködés a visegrádi csoport szintjén, most már sokkal kevésbé. Magyarország helyett nagyon szorosan együttműködünk Romániával és a Baltikummal, ezért mondtam, hogy a kelet-európai országoknak, kivéve Magyarországot, ugyanaz a véleményük arról, hogy mi folyik Ukrajnában. Hát ezt megint a lengyel miniszterelnök adta ezt az interjút múlt héten. Tegyük hozzá azért, hogy Washingtonban. Tehát nyilvánvalóan a mostani lengyel kormánynak van egy nagyon erős atlantista kötődése. Tehát katonai védelmi értelemben egyértelműen az Egyesült Államok hát talán most már messze legerősebb európai szövetségese Lengyelország. És nem is titkos ambíciója talán kimondhatjuk, hogy az Európai Unió vezető katonai hatalmává szeretnének válni a lengyelek. És hát ehhez mindenben Amerikához igazodnak.
De mondom még egyszer, ez a biztonsági védelmi szint, ebben van egy feltétlen igazodás Washingtonhoz a lengyelektől. Itt hangzott el ez a mondat. És kétségkívül van együttműködés Romániával, ugye ő is jó NATO szövetséges, elsősorban ugye az USA kívánalmainak megfelelően az Egyesült Államoknak. Tehát itt van egy ilyen, és a Baltikum is nyilvánvalóan nagyon erős történelmi ellenérzéseket táplál az oroszokkal szemben, ott is nagyon jó védelmi partnerrel el Lengyelország, a lengyel kormány. Tehát ezt így kell értelmezni, de itt már nincs az a nagy szorosság érzés ennél a nyilatkozatnál. Lényeg a lényeg, mindenre találunk példát és az ellenkezőjére is, ezek dinamikusan változnak, szerintem pillanatnyi politikai háttér függvényében érzületet fejeznek ki, de lehet, hogy jövő héten megint jönni fog egy közelhúzó üzenet, és akkor az. De ez nyilván a felszín, ez nekünk politika fogyasztóknak van. Fontos persze a politikai kommunikáció, fontos a diplomácia nyelve, de azért a háttérben nem látunk, tehát a színfalak mögé mi soha nem fogunk belátni. És egyébként a V4-eknek ez csak tényleg a legteteje, a felső politikai szintje. Nyilván ez az izgalmas, ezt látjuk, ezt olvassuk, ez érdekel minket. De egyébként köszöni szépen, jól van. Szakértői szinten, minisztériumi szinten nagyon jó kapcsolatok vannak. A civil társadalmakról nem is beszélve, az üzleti szféráról. Tehát Visegrád sokkal több ennél, felhívnám a figyelmet. De nyilván ez az izgalmas. Nem ment el, nem találkozott vele. Csúnyát mondott rá. Ez érdekel minket, ez van a sajtóban, és ez az, ami ezt a magas szintet mutatja. De Visegrád ennél sokkal több. De azt el kell ismernünk, hogy ilyen típusú mondatok nem voltak jellemzőek az elmúlt években, és nem csak a migrációs válság számlájára írható ez a nagy közelség, amit 15-től megszoktunk évekre, hanem ott más ügyek is voltak, és tényleg volt egy jó alapklímája az egész együttműködésnek. És hát felmerül a kérdés, hogy most kihűlt Visegrád, most akkor kihűlt a Budapest-Varsó tengely? És ugye a legnagyobb problémát, lássuk be, kétségkívül Oroszország jelenti ezt, az, amit se kiköpni, se lenyelni nem tud a két ország viszonya, és maga a V4 sem e tekintetben, és mondom, ez a legmagasabb politikai együttműködési szint. De érdemes mögé nézni, ahogy említettem, azért itt sokszor bejön a belpolitika, hogy mi van az egyes visegrádi államokban, lehet, hogy az közelebb visz minket a megoldáshoz. Ugye Lengyelországban kampány van, idén ősszel menetrendszerinti szemválasztásokat fognak tartani, a tét nem kicsi, mindjárt meg fogjuk nézni, hogy mekkora. És hát ennek fényében alakul a politikai napirend is Lengyelországban, ahol a V4 csak egy porszem, vagy egy nagyon kis valami csoda a politikai napirenden. Tehát nyilvánvalóan a top 1-es téma az az ukrajnai háború, ez vitán felül áll, annak minden következményével. Csak néhányat a példakedvéért. Ugye egyrészt az energia, tehát azért Lengyelország messze nem olyan mértékben, mint a szlovákok, vagy mi magyarok, de azért ő is függött az orosz kőolajtól és gáztól is. Nyilvánvalóan most minden erővel azon dolgozik, hogy ezt teljesen a nullára redukálja Lengyelország, de tegyük hozzá, sokkal jobb helyzetből indultak, tehát sokkal diverzifikáltabb az energia importjuk, mint például a magyarok, nekünk magyaroknak, vagy a szlovákoknak. És igen, hát tengeri kiárattal rendelkező országnak könnyebb, tehát tud LNG-t fogadni, ami baromi drága a korábbiakkal összevetve, de mégiscsak egy más irányba tett függés, és nem az eddigi békjó, és hát ő tud kapni valóban a balti vezetéken is többek között, meg Norvégiából és egyéb helyekről tud gázt kapni. Tehát azért sokkal jobbak a lehetőségek ilyen szempontból Lengyelországnak. És ott van ugye a szankciók ügye, visszakanyarodva a háborúhoz, hát ugye semmi nem elég, tehát tulajdonképpen olyan, mintha a lengyel külügy írná ezeket az uniós szankciós csomagokat, de lehet akkor mondjuk még szigorúbbak is lennének, és még több lenne, minden hétre jutna kettő. Mindezzel csak azt akarom mondani, hogy a lengyelek falig, és azon túl is elmennének az oroszokkal szemben, nem érdekes a gazdasági ára, úgy tűnik, mintha ez lenne a benyomásunk. Minden áron térdre kell kényszeríteni Moszkvát, egyértelműen ez a... És ilyen szempontból az ellenzék és a kormány között nem nagyon van különbség, tehát egymással licitálnak, úgyhogy ebben konszenzus van. Ami még izgalmas, hogy ugye nagyon sok menekült érkezett Ukrajnából Lengyelországba. Most csak a belépések számát mondom, tehát akik átlépték tavaly február 24 óta
az ukrán-lengyel határt, az 10,9 millió darab belépés. Ebben nyilvánvalóan sok a halmozódás, tehát ugyanazok az emberek, mert hogy 8,7 millió kilépés is volt. Tehát megindult egyfajta visszaáramlás, lehet, hogy munkavállalási céllal azért ez se fekete-fehér. Ami biztos, hogy hivatalosan 1,6 millió ukrán kért valamilyen hivatalos menekült státusz vagy segítséget a lengyel államtól. Azért ez baromi magas szám. Ugye ez sem előzmény nélküli, az ukránok tömeges jelenléte Lengyelországban az elmúlt években, évtizedekben nagyon komoly munkavállalási célú migráció irányult Lengyelország felé. Volt olyan pillanat, amikor 1 millió fölötti volt az ott dolgozó ukránoknak a száma. Nyilvánvalóan a mezőgazdaság, a kereskedelem és egy sor szektorban, úgy ott a nyelvi akadályok kisebbek, tehát meg tudják értetni magukat az ukrán munkavállalók. Tehát ez nem újdonság, nyilván ez a volumen azért ez sokkal magasabb így egy év alatt, ami itt most történt. De ez is ügy és téma, hiszen azért nyilván egy 38 milliós ország, mások a gazdasági lehetőségei, tényleg barátként tekintenek az ukrán népre és segíteni akarnak. Azért ennyi embernek az integrálása vagy a társadalomba történő jó elhelyezése már nem könnyű, és egyébként lehet is hallani nagyobb városokból, vidékről elégedetlenséget. Nyilvánvalóan a közszolgáltatásokat használják ezek az emberek is, nekik munkát kell adni, kapnak pénzbeli juttatást a lengyel államtól, tehát ennek azért könnyű politikai élt adni, és a szeretet és a befogadás se tart örökké, tehát nem lehet végtelenül kihasználni a lengyel népnek a szolidaritását, és ez is tud kampánytéma lenni akár a jövőben. És hát nyilvánvalóan a válság az megcsapja Lengyelországot is, tehát tudjuk nagy erős gazdaság, komoly belső piaccal, tartalékokkal. 2009-ben Lengyelország volt az egyetlen gazdaság, aminek nem csökkent a GDP-je az Európai Unióban, hanem még növekedni is tudott a legnagyobb globális válság kellős közepén. Tehát lengyel gazdaság az életerős és jól működik, de kétségkívül, ami most történik, az nekik sem jó. Tehát az energiaárak megugrása, az infláció, az zombi és az élelmiszerinfláció, ez mind-mind nagyon komoly kihívás. Nem véletlen, hogy ők is a rezsicsökkentés irányába kezdtek el gondolkodni, háztartások támogatása, valamiféle árplafon, tehát itt is sok minden bekerült a kalapba, de a lényeg ezek a fő politikai ügyek most Lengyelországban, vagy a választási kampány közepén, és hát nyilvánvalóan a jogállamisági vita és a Lengyelországnak járó uniós források kifizetése ott is problémás, és könnyen lehet, hogy Brüsszelben nincs mindenkinek ellenére, ha esetleg a PISZ kormány ezt nem tudja elkölteni mondjuk augusztus végéig vagy szeptember elejéig, hát akkor majd lehet, hogy lesz egy más belpolitikai eredmény a választáson. Tehát ez politika, ezzel csak azt akarom mondani, benne van, a lengyelek az összes igazságügyi reformot átvitték a törvényhozásukon, és ennek ellenére nem jutottak hozzá a pénzükhöz. Tehát, és ez meg már egy olyan terület, ahol a magyar és a lengyel kormány barátság az ki tud újulni, és össze tudnak tolódni megint csak. Ez egy nagyon fontos ügy, ami viszont összekötheti a két felet. Úgyhogy ez az alapvető kontextus Lengyelországban. Tehát a Morawiecki, a Kaczyński és az egyebek nyilatkozatai mögött érdemes ezeken is elgondolkozni. Miért mondja, ki lehet, hogy a Tusknak mondja tulajdonképpen a Kaczyński meg a Morawiecki, és nem is az Orbánnak? Hát könnyen lehet. Mert hogy a Tusk ugye meg tolja az Orbán illiberális, megítéléses kommunikáció, tolja rá a PISZ-re, ugye nyilvánvalóan. Tehát, hogy így lesz a külpolitika, belpolitika, belpolitika, külpolitika, de hát láttunk már ilyet, tehát ez nem újdonság. És hogyha megnézzük az aktuális közvéleménykutatási adatokat, azt látjuk, hogy meglehetősen szoros a lila vonal, az a jog és igazságosság, ez pedig a polgári platform, itt vannak a kisebb politikai erők, ez egy múlt heti mérés, a PISZ most 36%-on áll, polgári platform pedig 27-en. Ez nem lejátszott még, hiszen a lengyel választási rendszer, az, tehát abban egy jó szövetségkötéssel ez a 9% pont, ez simán ledolgozható, tehát a mandátumok kiszámítódásánál ez el tud tűnni. És lehet, hogy ez egy cson nélkül egy polgári platformos többségé alakul. Tehát itt a PISZ-nek nagyon kell hajtania, ha meg szeretné őrizni a hatalmat ősszel.
Úgyhogy ez egyáltalán nincsen lefutva, ami itt történik. És egy szoros választási eredmény várható. Ehhez csak egy adalék. Ugye a PiS-nek kicsit hasonló a választói támogatottsági megoszlása, mint mondjuk a Fidesznek nálunk. Tehát jellemzően a vidéki szavazók elsősorban, akár az alacsonyabban iskolázottak, ez abszolút nem degradálóan, ezeket tényként mondva. Tehát hasonló egy kicsit a profilja a PiS választóknak is. Nyilvánvalóan ott próbál erősíteni. Biztos önök is hallották, hogy most milyen tüntetések voltak Lengyelországban. Ugye az ukrán gabona beömlött az országba, és hát közgazdaságtanból tudjuk, azonnal elkezdte leverni a helyi árakat, ami hát nagyon komoly érdeksérelem a lengyel gazdáknak. Hát azért egy nagyon komoly agrárország, és hát ez iszonyatos politikai feszültség és veszély a PiS-nek, akinek ez szavazóbázisa. Úgyhogy ugye két napja egyoldalúan megtiltották, ugye nem sokkal később követtük őket mi is, és most tegnap olvastam, hogy mégiscsak a tranzitot át fogják engedni a lengyelek, de valahogy garantálni kell, hogy az nem juthat a helyi piacra, mert akkor földindulás. Most én ezt olvastam utoljára. De már Brüsszel mondta, hogy ez elfogadhatatlan a magyar és a lengyel lépés, még a két nappal ezelőtti. Úgyhogy meglátjuk itt is, mi lesz a vége, de azt jól mutatja, hogy a jog és igazságosság azért fél szemét folyamatosan a választási küzdelmen tartja, nem engedheti meg magának azt, hogy a gazdák között csökkenjen a népszerűsége, nagyon kelleni fognak ősszel. Itt hoztam önöknek egy felmérést, ezek tavaly nyáron készültek, néhány országnak, a nyugat-európai országnak a megkérdezésével. Ezek reprezentatív kutatások, csak hogy kicsit jobban megértsük a lengyelek össznemzeti hozzáállását Oroszországhoz és az ukrán kérdés. Ez olvasom önöknek. Ezen az ábrán a különböző országok láthatók, és ez a felső két sor volt egy lekérdezés tavaly márciusban, háború kitörése után és nyáron is, és ez itt a lengyelek, mindig a legfölül lesznek a lengyelek. Mondom az állítást, hogy az ön által ismert gazdasági szankciók Moszkvával szemben, azok arányosak, kevesek, elégtelenek, stb. És ugye a lila szín mondja azt, mondjuk tavaly nyári felmérésben, hogy nem elégségesek, nem mennek elég messzire. Ezt a lengyeleknél 63% gondolta, a spanyoloknál csak 56%, briteknél 51%, németeknél 41%, franciáknál 36%, olaszoknál 34%. Tehát igazából nagyon durván elégedetlenek a lengyelek voltak a szankciókkal, még nem elég. Ezt mondták tavaly nyáron. Elképzelhető, hogy készült hasonló kutatás azóta, érdemes lenne megnézni az eredményeit, de tavaly még nagyon lelkesek voltak a lengyelek, hogy meg kell büntetni az oroszokat minden áron. És nyilván emögött ott van egy nagyon erős negatív történelmi tapasztalat, ez egy érzelmi kérdés, egy biztonsági kérdés. Nekünk ezt nyilvánvalóan tiszteletben kell tartanunk, tudomásul kell vennünk. De ebből fontos dolgok következnek a témánkra vonatkozóan is. Tehát a lengyelek nem tudják elsősorban gazdasági, energetikai kérdésként kezelni, hanem ez az ő létezésüket és Európa létezését fenyegető kérdés. Ezt tényleg így gondolja a PiS szavazó is, a PO szavazó is, ebben teljes konszenzus van a társadalomban. Itt egy másik kérdés, és ez is tanulságos, itt is az első oszlop az érdekes, hogy támogatná akkor is a szankciókat, ha az gazdaságilag káros lenne saját hazájára nézve, és hát 39% itt a lila támogatná vélemény, az is itt a lengyeleknél a legmagasabb. 10-ből 4 lengyel mondta azt, hogy azon az áron is ütni kell az oroszokat. Hát micsoda dolog ez, hogy nem ütjük őket. Viszont 45% azt mondta, hogy abban az esetben már nem támogatnám. Tehát itt már van azért egy megosztottság. De jól látszik, hogy franciáknál csak 27%, vagy az olaszoknál 27% menne el még a falon is túl egy kicsit, hát a lengyeleknél 10-ből 4-en, mondták ezt tavaly nyáron. Ezek izgalmas számok, azt gondolom. Még azon az áron is büntetni kell őket, hogy nekünk is rossz lehet. Itt pedig az, hogy fölvennék-e Ukrajnát, egyértelmű is a lengyeleknél a legnagyobb a lila válaszarány, föl kell őket venni, 73%. Tehát lényeg a lényeg, a lengyelek 10-ből 7 lengyel felvenni az ukránokat minden további nélkül, míg
50%-ot nem ért el sem az olaszoknál, sem a franciáknál, sem a németeknél ez a típusú válasz, vagy ez irányú válaszarány. Tehát integráció pártiak, Ukrajna akkor lesz jó helyen, ha benn lesz az EU-ban. És akkor közeledve előadásunk végéhez, hogyan tudjuk összegezni az elhangzottakat. Én azt gondolom, hogy ez az orosz kérdés, ezt nem lehet feloldani. Erre kár választ keresni, vagy megoldást keresni a V4-ben nem lesz. Nem lesz. Belátható jövőben biztosan nem. A távolt meg már nem fogjuk látni. De lényeg a lényeg, ezt nem lehet, én azt gondolom, hogy meghaladni. Ugye, amikor azt mondom, hogy lengyel-magyar kapcsolatok, kétségkívül most, ebben az elmúlt években ott van a PiS-nek és a Fidesznek az ideológiai közelsége, barátsága, közös értékválasztása. Föl tudjuk sorolni. Család, hagyományos közösségek megőrzése, egyéb konzervatív ideológiák, nemzeti szuverenitás. Tehát egy csomó ponton nagyon hasonló, ahogy a Morawiecki idézett volt, nagyon sok mindenben ugyanazt gondolják. Ez nyilván egy jó alapot biztosított a V4-eknek is éveken át, ez a Budapest-Varsó közelség, és hát persze magában a lengyel-magyar kapcsolatokban. Ez most biztos, hogy így van. Ha ősszel máshogy alakulnak a lengyel választások, az azért nagyon-nagyon komoly fejtörést fog Budapesten is jelenteni. Tehát, hogyha ott van egy kormányváltás, akkor mondjuk úgy, hogy finoman szólva egy rossz időszak, vagy egy kihívásokkal teli időszak fog következni, mert ott szerintem politikailag minden elképzelhető lesz a két fél között. Ha nem is lesz formálisan fölmondva a V4 egy ilyen forgatókönyvben, de hogy ott nem lesz magas szintű találkozó, az biztos. Úgyhogy itt ez is tétje gyakorlatilag a lengyel választásnak. És hát ezt az ideológiai közelséget ugye ebből következik, ez a Brüsszellel szembeni pozícionálás, ebben is nagyon jól tudta egymást támogatni a lengyel és a magyar kormány az elmúlt években. És hát ezek nem szűnnek meg. Tehát ahogy említettem, a lengyelek sem jutottak hozzá forrásaik jelentős részéhez, de más területeken is. Ha most benne maradnának ebben az agrárimport tiltásban a lengyelek az ukránokkal szemben, most nem várjuk meg, hogy mi lesz ennek a vége, de hogyha benne maradnának, már jeleztem előbb, a bizottság már mondta, hogy hát ez fölháborító, amit a magyarok és a lengyelek csinálnak. Tehát megint csak gyorsan egy oldalon találnánk magukat ebben az ügyben. Tehát ilyenek meg lesznek, mert a Közép-Európa nem hatalmasnak tűnhet, nem hatalmas. Itt azért vannak olyan érdekek, amik évtizedekig, évszázadokig ugyanúgy itt lesznek velünk, és ha van esze az itteni politikai eliteknek, akkor abban együtt fognak működni, hogy az Brüsszelben és egyéb helyein a világnak érvényre juttassák. Tehát ezek itt maradnak velünk. Azon túl, hogy nyilván nagyon fontos, hogy mi fog most történni Ukrajnában, és mi lesz Oroszországban. Ez nyilvánvalóan igaz, de van ezer más ügy, ami majd megint fontos lesz. Reméljük a háborút valahogy átvészeli a régió. De lesznek más ügyek, és az élet majd sajnos menni fog tovább. Ezekben lehet majd, és kell is majd együttműködni a jövőben, akár attól függetlenül milyen kormányok lesznek éppen a hatalmon. A PO kormány nem fog segíteni, hogyha az megtörténik szeptemberben. És ugye ez itt jön a képbe az előadás eleje, ugye az a jó kémia, az a jó történelmi barátság a két nép között, hogy mégiscsak mi vagyunk a magyarok, mégiscsak ti vagytok a lengyelek, üljünk már le, beszéljünk, beszélgessünk. Ezt meg tudjuk tenni. Ez csak uniós tagállam ilyen kétoldalú alapon nem tudja, mert nincsenek ilyen kapcsolódásaik. De még mielőtt azt gondolnánk, hogy ez mennyire különleges, az egyébként különleges és túlmutat ezen, azért tudunk még mondani a lengyel-magyarhoz akár picit is hasonló barátságokat, vagy regionális platformokat. Benelux államok, északi tanács, ugye a skandinávokkal, a baltiak, tehát az, hogy földrajzilag szomszédos országok leülnek, jobban vannak történelmi okokból, érdekeik, közös érdekeik okán, ebben nem egyedülálló a térségünk. A magyar-lengyel az szerintem az több, abban tényleg van kémia, és van nagyon sok közös kapcsolódási pont a múltból, de a V4 az többé-kevésbé lehet látni hasonló információkat.
Tehát itt van, ami segít minket, és szerintem ez a történelmi barátság, ez, hogy ez történt akkor, és tök mindegy, hogy valaki piszes vagy pélyós, azért basszus, mégiscsak a magyarokról van szó. Szerintem erre lehet és kell is építeni a jövőben. Nyilván a politikai szint, politikai háttér az fontos és megkerülhetetlen, és mindig feltétele lesz annak, meddig tud eljutni egy lengyel-magyar tandem, akár a V4-en belül, akár azon kívül. Úgyhogy én az optimisták közé tartozok, és azt mondom, hogy lesz egymásra találás. Az uniós döntéshozatali logika ki fogja kényszeríteni. Olyan nincsen, hogy fontos kérdésekben nem fogunk beszélgetni egymással, mert más gondolunk Oroszországról. Muszáj lesz, mert lesz más téma, hangsúlyoznám még egyszer. Úgyhogy ebben én az optimistábbak közé tartozok. Hogy más ne mondjak, a felzárkóztatásra szánt uniós alapokban is lehet, hogy a régió összességében többet kapjon. Az, hogy azon belül megy a verekedés, hogy ki mennyit, az egy más kérdés. De mégiscsak ide kell hozni a régióba először a nagyobb pénzösszeget. Vagy az energiaforrások diversifikációja. Hát mi is szeretnénk máshonnan gázt és olajat és egyebet kapni, nem csak a lengyel barátaink. Nyilván a régió helyzetének feltételének javítása az mindenkinek érdeke. Erről is lehet beszélgetni. Persze ne keletről, de legalábbis nem orosz irányból, hát akkor honnan? Akkor oldjuk meg, és harmonizáljuk a stratégiáinkat, a politikáinkat. Ez is egy platform. De kezdve a környezetvédelemtől, a gazdasági ügyeken át, millió dologról lehet és kell is majd beszélgetni a jövőbe, mert nagyon komoly, válságos időszakot élünk ebben az évszázadban. Úgyhogy én abszolút az optimisták közé tartozom, és hát zárásképp egy gondolat, hogy a visszakanyarodva a V4-ekre nem tudunk azért elszakadni a téma kapcsán a visegrádiaktól, hogy annyiszor eltemették a 32 év alatt, csak őt mindig elfelejtették meghívni a temetésére, vagy ha ott volt, akkor fölült a ravatalon a visegrádi együttműködés. Tehát túlélte egy Mecsiár kormányt, túlélte a Benes dekrétumos csörtét, túlélte az uniós csatlakozási versengést, sok minden túlélte a V4, és mégis itt vagyunk, beszélgetünk róla. Szerintem ez a jövőben is így lesz, az, hogy hogyan fog kinézni, az pedig majd, ha meghívnak ide újra engem a kedves szervezők, majd elmondom néhány év múlva. Köszönöm a figyelmet! Kedves nézőink, a köztérben a magyar és a lengyel nép történelme kapta a főszerepet. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.